Sziasztok srácok, illetve lányok, üdvözlök mindenkit, én a Patrik vagyok, és a mai videóban az előző videómról fogunk beszélgetni kicsit, ugyanis szeretnék tisztázni pár félreértést. Ugye az előző videóban arról beszéltem, hogy én miért nem játszok a Once és hogy miért hagytam abba a játékot, és nagyon sokan nekem ugrattatok a komment szekcióba, olyan dolgokat állítottatok, ami nem valós, illetve olyan dolgokat mondtatok nekem, ami személyeskedő, illetve sértő. Azt viszont mindenféleképpen szeretném elmondani, hogy nagyon csalódtam azokban a kommentelőkben, akik sértő megjegyzéseket tettek, illetve hazugságokat állítottak. Én nekem nem volt célom ezzel a videóval senkinek ártani, nem volt célom senkit félreinformálni, ennek a videónak az volt a célja, hogy elmondjam, hogy én miért nem játszok a játékkal, mivel tisztában voltam azzal, hogy sokan kérdezettétek YouTube-on, TikTokon, illetve egyéb platformokon, sokkal egyszerűbb módszernek tartottam azt, hogy csinálok egy videót, így még több ember el tud jutni, hogy én pontosan miért is nem játszok a játékkal, ahelyett, hogy egyesével válaszolgatnék nektek. Tehát a videónak nem volt semmiféle ismeretterjesztő célja, új frissítésből, információk átadása, vagy bármi ilyesmi. Egyszerűen a videó arról szólt, hogy én személy szerint miért csalódtam a játékban, én mit tapasztaltam, amikor letöltöttem újra a játékot a Winter Server esetén. Tehát azok az emberek, akik azt mondják, hogy hazudok, ez nem történt meg, vagy félreinformálok embereket, ott a Google meg tudod nézni, szépen beírod, rákeresel, és látni fogod az információkat az interneten, amiket én is saját tapasztalatom alapján mondok el, mutatok be nektek, én sosem mondtam olyan információkat a játékok amiben nem voltam biztos, vagy nem történt volna meg velem. Ismertek engem, és tudjátok, hogy én nem szeretek piszkálni és bántani másokat. Viszont amikor engem bántanak, velem személyeskednek, ráadásul ezt pont egy videós kolléga teszi meg, aki hasonló tartalmakban gyárt videót, mint én, mellett sajnos nem mehetek el, Legközelebb gondold meg kétszer is, hogy pontosan kinek és mit írsz, te is videós vagy, neked is van egy az interneten, nem szép dolog másokat bántani, elég sok mindent elmond a YouTube csatornádról az, hogy te oda mész egy másik videós komment szekciójában, mert láthatod, hogy éppen engem mindenki bánt, vagy mindenki negatív kommentet írogat rólam, és neked is feltétlen belém kell rúgni egyet. Te is van tartalmakat csinálsz, tisztában lehetsz azzal, hogy senki nem tökéletes, mindenki hibászat. Tehát, hogyha mondjuk te streamelsz a YouTube csatornádon, és én oda megyek megkérdezni tőled valamit, amire te nem tudod a választ, akkor én joggal megyek oda a videóid alá, és írom le azt, hogy figyelj, te nem értesz a játékhoz, sajnálom. Sajnálom, nem értesz a játékhoz. Szerinted ez egy szép és korrekt dolog? Videósok vagyunk, tartsunk össze, segítsük egymást, nem bele kell rúgni az emberbe, amikor látod, hogy mások is belerúgnak. Ha valami konkrétumot mondtál volna, hogy pontosan mi a problémád, akkor még talán el tudtam volna erről beszélgetni veled, de ez egyszerűen szimpla rossz indulat volt részedről láttad, hogy engem mások bántanak, oda jött a YouTube csatornám, és gyorsan oda kommentálti valamit, hát esetleg ezzel nézettséget, vagy több feliratkozót tudsz szerezni. Ez nagyon szánalmas, és nagyon sajnálom tényleg, hogy ilyen emberek manapság YouTube csatornákat csinálnak. Még egyszer elmondom, én nem akartam senkinek ártani, én szimplán a véleményemet mondtam el. Erre természetesen egy videós kollégának oda kell kommentelnie, hogy én nem értek a játékhoz. Igen, nem értek a játékhoz, valószínűleg azért nézik a tutoriál tartalmaimat sokkal többen, mint a te tutoriál videóidat a játékból. Valószínűleg pontosan azért nézik többen, mert én nem értek a játékhoz, és te igen. Azt, hogy nem értesz egyet velem, semmi probléma, megértem. Ha neked tetszik a játék, játsz vele, és nyugodtan írd le a véleményedet kultúrát formában. De ne személyeskedj, mert én semmit nem ártottam neked, és nem is volt szírom semmi ilyesmi. A következő kommentek alapjáraton nem szentelnék figyelmet, hiszen elég egyértelmű. Viszont azok az emberek, akik esetleg nem voltak ott a streamen, amikor ez történt, nem biztos, hogy tisztában vannak azzal, hogy ez az illető pontosan miről is beszél. Tehát ez az illető átjött a mi szerverünkre, hogy csatlakozzon a klánunkhoz, ez meg is történt, mi segítettünk neki fejlődni, hogy egy kicsit visszarázódjon a játékmenetben. Miután nekem kellett segíteni a játékban, hiszen purifájoltunk, tehát ugye, amikor megtámadják otthon a, a bázis alatt a szönyek, akkor megkértem, hogy segítsen, mert kevesen voltunk. A háza a játékban konkrétan velem szembe volt, tehát kijön az ajtón, nyomja a duplavét, ott a házamnál, ennyit kellett volna tennie, jönni segíteni, ő azt mondta, hogy ő nem segít, mert ő ebből nem kap jutalmat. Tehát én órákig szinteztem, csak azért, mert jött a szerverünkre és csatlakozott a klánunkba, hogy visszajöjjön arra a szintre, mint a másik szerveren, de amikor neki kellett volna segíteni ingyen, akkor ő már ezt nem tette meg. Ez az illető ezért lett kirúgva a klánból, és most éppen nevet a markába, hogy jaj, végre abbahagyta a játékot az idióta, mert hát nem segítettem neki, kirúgott a klánból, úgyhogy ezt csak szimplán azért mondom el nektek, hogy tisztában legyetek a kontextussal. Ez az illető pedig egy eléggé, eléggé sok kommentet írt egyébként ezzel a videó alá, azt hiszem hármat vagy négyet, de ezek tényleg ilyen hosszabb jellegű kommentek. Ugye az elsőben azt veszegette, hogy miért probléma az, hogy kibővítették a mapot, és nem új tartom érkezett a játékhoz. Nos, egyébként ez így önmagában nem lenne probléma, ahogy leírod, csak azt a részt felejted, de hogy a fejlesztők nem ezt ígérték be. Tehát nem lenne probléma, hogyha ezt mondják el, és ezt közvetítik a játékosok felé, hogy ez így fog megtörténni, ez így fog bekerülni. Akkor valószínűleg, nem én, akkor valószínűleg én sem így állok hozzá, hogy csalódott vagyok, mert megint megért, megértek valamit, és az nem történt meg. Illetőlegesen ez az illető beszélt arról is, hogy én olyan tartalmakat szímelek, vagy olyan videókat gyártok, ami a kutyát nem érdekel. Hát akkor nem tudom, miért nézted meg a videót, miért kommenteltél a videó alá, vagy honnan tudod, hogy milyen tartalmak a címerek, vagy milyen videókat gyártok, hogyha az téged nem érdekel. Figyelj, te nem szeretnéd, ne nézd, szíved joga, viszont ilyen általánoságban beszélni valamiről, amikor szerintem fogalma sincs, hogy mi a YouTube csatornám statisztikája, hogy mennyien néznek, ez egy elég meredek kijelentés volt. Maradjunk annyival, hogy sokkal többen néznek, mint amennyi el tudsz képzelni. Neked nincs statisztikádra, hogy engem pontosan hányan néznek, de csak megsúgom neked, az előző hónapban közel 40 ezer megtekintésem volt. Azért, mert a videóim, videóimat ilyen pár ezeren, pár százan nézik, illetve a címében sincsen annyira kimagasló statisztika, mint mondjuk a Manszumens esetében, ez nem jelenti azt, hogy engem kevés ember néz. Ne tévesszen meg téged a százas és az ezzes érték, ez a hónap végére egy nem kis összeg. Bár ugyan nekem nem kötelességem válaszolni, és nem is nagyon szeretnék, viszont elmondtam a megtekintés számot. Viszont itt az illető leírta, hogyha már ez a munkásság, hogy videózok, streamelek, akkor miért nem teszem ezt olyan felkapott témákban, felkapott játékokkal, amit tényleg sok ember is néz. Ne tévesszem meg téged az, hogy ezt más youtuberek csinálják, és ők ezzel sok pénzt keresnek, és ne tévesszem meg azt, hogy én mit csinálok. Én keresek pénzt ugyan nem annyit, mint egy híresebb youtuber, aki híres tartalmakat csinál, de pont én nem is tudnék azonosulni egy olyan emberrel, aki csak azért csinál videókat, csak azért csinál YouTube streameket, mert tudja, hogy azt a témát sokan fogják nézni. Én olyan játékokról, olyan videó témákról csinálok mindig tartalmat, amiről tudom, hogy én tudok vele azonosulni, engem érdekel. Hogy én olyan témában csinálnék videót, olyan streameket csinálnék, amit sokan néznek sok pénzhoz, de nem tudok azonosulni a témával, gyakorlatilag hazudnék a saját nézőimnek, és hazudnék önmagamnak. Én ezzel nem tudok azonosulni, és nem tudnék így a YouTube csatornát vezetni, hogy a szemem előtt csak az lebek, hogy pénz, megtekintés, és minden áron ezt csináljam. Inkább csinálom azt, amit élvezek, amit szeretek, kevesebb pénzért, kevesebb megtekintésért, de tudom jól, hogy amit átadok, az tényleg én vagyok. Egyébként pont az előbb kaptam egy YouTube üzenetet, viszont a kommentelő ismételten kommentelt. Elnézést kért abból a szempontból, hogy ugye ő egyébként tirogatott másokat is, tehát valamilyen szinten bocsánatot kért azért, amit itt, mert az sem volt valami, de most abban nem szeretnék belemenni, most az igazság szerint lényegtelen, hogy akkor ő mit írt, bocsátott kért miatta. Viszont ez az illető ugye leírta, már nem gyártok konszumenszes tartalmat, akit nem érdekel, az nyugodtan húzzon el a csatornáról. Ugye én ezt alapvetően komolyan vettem, de ezt számomra ez egyáltalán nem volt vicces, hogy valaki el csak így leírja a komment szekcióba, szóval, hogy én középsúlyat mutatok a nézőimnek, és azt mondom, ha nem érdekel, akkor így húzzatok el a csatornáról. Én ilyet megközelítőleg sem mondtam, még ha szarkasztikusan fogalmazott, én semmi ehhez hasonlót nem mondtam, annyi hangzott el a számból a videó végén, hogy azok a csatornatagok, akik esetleg a OneSumen miatt vettek csatornatagságot a YouTube csatornámon, nyugodtan mondják le a csatornatagságot, mert egyelőre nem lesz OneSumenszes tartalom a YouTube csatornán. Ez nem tudom, hogy kapcsolódik az, hogy én azt mondtam a nézőimnek, hogyha nem tetszik, iratkozzanak le, meg hogy húzzanak el a csatornámról, ez szerintem minden volt egyébként csak nem szarkazmus, úgyhogy igen. Illetve ennek a előnek egyébként volt egy álláspontja, amivel még talán egyet is tudnék érteni, abban az esetben, hogyha a jelenlegi helyzet nem úgy állna, ahogy most. Ugye ő leírta, hogy én miért mondok a játékról véleményt, hogyha már a játékkal nem játszok, nem múltam két hónapja a játékhoz, hogy mondhatok róla véleményt. Tehát ugye azt azért tisztázok, hogy én a játékot letöltöttem. Tehát ugye én letöltöttem a hard server után a consumentt, kijött a PvP szerverrel, letöltöttem, megnéztem, letöltöttem. Kijött a mostani Intel szerver, letöltöttem, megnéztem, letöröltem. Pontosan azért, mert én utána néztem annak, nem csak Discordon, tehát ezt nem tudom honnan veszik az emberek, hogy én csak Discordról tájékozódok. Egyébként ezek hivatalos, ismétlem, hivatalos bejegyzések. Tehát ezeket nem játékosok, nem holmi emberek írják, ezeket a fejlesztők írják ki. Tehát azáltal, hogy te azt mondod nekem, hogy nem hiteles, amit én mondok, mert én ezt Discordról olvasom, Ezáltal te konkrétan kijelentett, hogy amit a játék fejlesztői kijelentenek, mondanak, az nem hiteles. Tehát gyakorlatilag azáltal, hogy engem meghazudtolsz, meghazudtolod a fejlesztőket is, mert én konkrétan azt mondom el, amit a játék fejlesztői elmondanak. Tehát én utána nézek a hivatalos weboldalukon, fórumokon, a Discord szerveren, ugye én kreátor is vagyok a Mansium Annie, tehát a kreátor programban vagyok benne, tehát én ennek alaposan utána járok és megnézem de még egyszer elmondom, a videónak nem ez volt a célja, hogy én elmondjam, hogy mit található az új frissítésben, mert akkor a videónak nem ez lenne a címe, nem ez lenne a célja. Én azt mondtam el, hogy én mit tapasztaltam a játékból. Az nekem bőven elég volt arra, hogy én letöröljem a játékot, és ne játszak vele már ezután. Mert nekem nem tetszett az, amit láttam, nekem elment tőle a kedvem, mert megint csalódtam benne. Innentől kezdve azt mondani nekem, hogy miért mondok véleményt, amikor nem játszottam a játékkal, mert üzé nem nyomtál bele kettő-három órát, és ha nekem beígérnek Fortnite-be egy új pályát, új skinekkel, kijön a frissítés, a fele nem történik meg, akkor nem is kérés, hogy letörlöm a játékot, mert én arra vártam, hogy ez kijöjjön, azzal játszak, ez nem történt meg, majd megvárom a következőt. Ha ezt a következőnél is eljátszák, letöltöm, megint láttam, hogy csalódtam, megint átvertek, megint letörlöm. Tehát, hogy innentől kezdve én jogosan posztoltam az internetre, hogy figyeljetek ezt, és ezt beígérték, ez nem történt meg, én a játékot, ezért nem játszok vele. Én elhiszem, hogy ez valakinek nem tetszik, csak hogy ez eléggé egy cseh érv. Tehát akkor így a videó végére még egyszer elmondom. Nekem nem volt célom bemutatni az új frissítés van sümembe, és semmi célom nem volt azzal kapcsolatban, hogy én elvegyem az emberek kedvét a játéktól. Én elmondtam a véleményemet, elmondtam a tapasztalataimat, és elmondtam, hogy én miért hagytam abba jelenleg a játékot, és miért nincs belőle komment, mert tőlem ezt sokan kérdezték innentől kezdve azok a kommentelők, akik azt írják, hogy én miért mondom el a véleményemet, nem érdekel senkit, meg hogy őnek is van valamiről véleményük, miért sem posztolják ki a netre, az egy teljesen másik dolog. Ez az embereket érdekelte, én ezt a videót ezért töltöttem fel, mert tőlem ezt sokan kérdezték. Ezt bőven meg tudjátok nézni a komment szekción és a megtekintés számon is, ez az embereket bizony tényleg érdekli. Ha nem érdekelni, nem néznék meg, nem kommentelnének és nem lájkolnának. Ez az én véleményem, én ezért hagytam abba a játékot, ezért nem játszok vele egyelőre hogy a későbbiekben ez fog-e változni, érkezik-e érdemi tartalom a játékban, az majd eldől. Engem nem zavar, hogyha te játszol a játékkal, vagy neked tetszik a játék, élvez ki, játsz vele, én örülök neked, hogyha te lekötöd magad. Viszont nagyon szépen megkérlek titeket, hogy ne személyeskedjetek, ne egyetek a komment szekcióba, illetve ne találjatok ki rólam hazugságokat, mert az ilyesmit én egyáltalán nem fogom tolerálni. Az ilyen embereket kérdés nélkül tiltani fogom a csatornáról, mert ilyen emberekre nincsen szükség a közösségembe. A csatorna tagoknak pedig nagyon szépen köszönöm a támogatást, hatalmas pacsi nektek, nagyon szépen köszönöm tényleg mindenkinek itt a feltüntetett listában. Ha te is szeretnél csatornattag lenni, akár már 200 forintért is tudsz csatlakozni, a leírásban megtalálod a linket, nagyon szépen köszönöm, hogy esetleg úgy döntesz, hogy támogatsz. Illetve így a videó végére szeretnék bejelenteni közöttetek egy nyereményjátékot. Ugye a régebbi streamekben már említettem, hogy szeretném kisorsani közöttetek a régebbi processzoromat. Most a tagok között fogom majd kisorsolni ezt a processzort, amely Ryzen 5 2600X. Úgyhogy ha szeretnél jelentkezni a játékra, nincs más dolgod, mint vásárolni egy tagságot, teljesen mindegy, hogy milyen tír, akár a 200 forintos tír is számít. Írd le a komment szekcióba, hogy szeretnél jelentkezni a nyeremény játékra, és hogy jelenleg neked milyen számítógéped van. Csapassátok le a komment szekcióba, és december 6-án ki fogom közöltetek sorsolni a nyertest. Ne felejtsetek el dobni egy lájkot, illetve egy kommentet, hogy pörögjön az algoritmus, Találkozunk a következő videóban, addig is, sziasztok!